Vannak, akik nem csak beszélnek az esélyegyenlőségről, hanem csinálják is. Egy színházi egyesület következik, az APAT, amelynek előadásaiban fogyatékkal élők is játszanak. Így nem csak mondják, hanem érzékletesen be is mutatják, hogy mindannyian mások vagyunk, ám nagyon egyformák is. Vendégünk Márton Gábor Csaba, színházi nevelési szakember. Szia! Szia! Üdvözlöm a nézőket! Nem annyira régen alakult ez az egyesület. Mi volt a kezdő ötlet? Miért éreztétek azt, hogy mindenképp meg kell ezt alapítanatok? Hát ez egy picit speciális, mert hogy maga a Más Színház, amikor épült a mi egyesületünk, az 2005-ben indult el. Ekkor hozta létre Bakony Várjál Ágnes drámapedagógus, és Görles Csilla gyógypedagógus. Akkor még 4 fő tinédzserrel indult el, 4 fő értelmi folyatékosság elő tinédzserrel egy kis teremben. Ma pedig ott tartunk, hogy 115 heti résztvevőnk van a foglalkozásainkon. Azt, hogy miért APART a neve, az azért fontos, mert hogy a Más Színház ugyebár a fogyatékkal élőkre specializálódik, ugye a fogyatékkal élők iránti érzékenyítésre. Az APART az már egy picivel szélesebb, mert a színházi nevelésnek már más területet és más témáit is érintjük. A foglalkozásokat azonnal említetted is. Ezek a foglalkozások, ezek hogy segítenek mind a fogyatékkal élőknek, és az átlagos embereknek is? Hogy segítenek ezek az integrációban? Hogy néz ki pontosan egy ilyen foglalkozás? Nekünk jelenleg 12 heti rendszerességű foglalkozásunk van. Ezekre 7-től körülbelül 60 éves korig járnak résztvevők. És vannak olyan foglalkozásaink, amik mondjuk úgy, hogy szegregáltak, tehát amire csak fogyatékkal élők járnak, és vannak olyanok, amik integráltak, tehát járnak például, van például 2 olyan csoportunk, ahol épp értelmű középiskolások vannak, vagy és egyetemisták, ami fogyatékossággal élő tagjainkkal együtt, és van 2 gyerekcsoportunk is. Ha valaki jelentkezni akar hozzátok, akkor mik a feltételek? Ugye szerintem a kor az abszolút nem akadály, mert ugye mondtad, hogy 7-től akár 60 éves korig is, de mi az még, aminek meg kell felelni? Nálunk nincs ilyen válogatási rendszer, bárkit szívesen látunk a foglalkozásainkon, mind résztvevőként, mind akár segítőként, hogyha szeretne bekapcsolni önkéntesként a mi munkánkba, illetve a folyatékkal élőket is persze természetesen várjuk. Nem klasszikus darabokat játszotok, ezt fontos elmondani, akkor milyen darabok kerülnek színre, és hogy vesz ebben részt akár egy fogyatékkal élő is ebben az alkotási folyamatban, mert ha jól tudom, akkor ők is ott vannak már a kezdetektől, és akár együtt is írhatjátok ezeket a színdarabokat? 2015-ben mutattuk be az első olyan előadást, amit aztán rendszeresen repertoáron is játszottunk. Ez volt az Ügyelő című előadásunk. Ez még egy integrációs előadás. Most már inkluzív előadásokat csinálunk főként. A kettő között mi azt tesszük különbségképpen, hogy az integrációs előadásban ott nem emelődnek be a játszóknak a saját történetén, hanem ez egy megírt dráma volt. A mi részünkre írta meg egy hölgy ezt a drámát. Azt követően viszont igen inkluzív előadásokat hoztunk létre, amikben már a szereplőknek, illetve az alkotóknak a saját története is belekerültek. Uh-huh. Ebből volt az első a képmás próbálom túl kell válni magam című előadás. Ez lányoknak a történetére épül, és a 21. századi nőiséget, női identitás kérdését járja körbe 5 lánynak a történetén keresztül. De beszéljünk egy másik darabról is, amivel az új játszóhelyeteket nyitottátok. Ez az Apák fiai című előadás. Ez miről szól? Ez tulajdonképpen a képmásnak a párja. A képmást azt 2017-ben mutattuk be, és már akkor megfogalmazódott bennem, ennek az előadásnak én vagyok a rendezője egyébként, hogy jó lenne egy párt találni ennek, ahogy kicsit beszélni a fiúkról is, és ez a férfi identitásról szól. Pontosabban az alkotói folyamatban egy kicsit már eltolódtunk jobban az apák és fiúk viszonyaira, ezért is ez az előadásnak a címe. Rendező vagy. Mit érzel, mi a különbség, amikor még egy klasszikus színházban rendezel, vagy amikor egy ilyen integrációs színházban? Mi az, ami talán a legfontosabb különbség a kettő között a próba folyamatok kapcsán? Az, hogy ahogy általában a mi munkánkban, általában más színház és az APART munkájában is a folyamat az egy nagyon-nagyon fontos elem, és az, hogy a folyamat alatt egy közösség jön létre. Itt is azért arról beszélünk, hogy ezek az emberek megosztják egymással a saját történetüket, a saját nehézségeket, azok, amikkel szembesültek az ő férfiasságuk kapcsán, most épp az apák fiairól beszélve, meg az apáik kapcsán. Alapvetően egy közösséget formálunk, és természetesen annak, hogy fogyatékkal élők is játszanak ebbe az előadásba, és különböző értelmi képességekkel rendelkeznek, az is meghatározza a folyamatnak az alakulását, hogy például mennyi időre van szüksége egy embernek a szöveg megtanulására, arra, hogy a szöveg az leülepedjen, beépüljön, illetve az instrukcióknak a feldolgozására. Csodálatos dolog az, amit csináltok, és szerintem nagyon fontos, hogy legyenek ilyen kezdeményezések, úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttél, és nagyon sok sikert kívánok nektek. Ti pedig, hogyha szeretnétek megnézni valamelyik előadást, a következő Apák fiai január 12-én lesz, és ez már teltházas, úgyhogy január 14-ére még válthattok jegyet.